Don Corleone. Keresztapa. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy fogadsz, hogy az otthonodban fogadsz. Jó van, tovább. Én egész életemben keményen dolgoztam, keresztapa, ismersz. Nem vagyok akárki. Sokféle üzletem van. Sokat keresek. Miben segíthetek? Ezt nem tehetem meg. Minden szentet az élére raktam, és most hazajöttem. Itt vagyok, hogy az én kis unokám... Keresztapa? Hogy az én kis unokám jövőjét megalapozzam. Don Corleone, keresztapa, rád bízom. Te értesz hozzá a legjobban. Jól bánsz a pénzzel? Nem, nem. Ne rám bízzátok a pénzeteket. Én sokkal jobb helyet tudok, ahol a pénz dolgozni kezd. A nevét! A nevét! A neve Kereskedelmi Bank. Állj, elég, elég. Gyere ide. Gyere ide. Az Isten áldjon meg, nem tudsz normálisan megszólalni. Vagy süket vagy? Te, igen, te. Ki hozta ezt a lány? Tüntessétek el. Tüntessétek el, látni is akarod tudni. Hozzatok egy másikat. Tessék, kamera újra indul, senki a diplomat a táskára. Tessék, csapó. Kapcsolod be a kettest. Figyelj, csapó, csináld a csapót. Gyere, kedd már oda! Felvételindít! Csak! 2-5-5-2!
Mondj már valamit te is. Egyszer úgyis híres énekesnő leszek. Hamis vagy. Maradj már. Na jó. Nem bírok folyton. Begörcsöl a mandulán. Figyelj, nem tudnád mutogatni inkább? Szó, lá, mi, meg ilyenek. Ti? Mi? Hiszed, hogy egyszer énekesnő leszek? Hülyeség. Hiszed vagy nem? Mi abban a nagy dolog, ha valaki híres? Híres, és? Te csak tudod. Ha híres lennél, akkor nem is foglalkoznék veled. És így? Így se? Csukd be a szemed. Mit látsz? Semmit. Akkor kinyithatod. Miért mit kellett volna látnom? Engem. Na, ne. Brandó. Ne, hallod? Most itt akarsz? Befogni azt az énekes nagyszám. Mi nem csinálunk semmit. Gyert! Miről is beszéltünk eddig? Sasa Tüskevics? Női partizán? Igen, ez múlt tavaly vagyok. Gela, lent vagy már a fában? Felkészül. Most a jelenről beszélünk, folyamatos jelen, például. Én Katyán a levele anyaginnek. Ma úgy mondjuk, I am writing to you. Tavaris teacher, a jövő időről szeretnénk már hallani. Ott még nem tartok. Tunk. Hát ez az. Téged meg kikérdezett? Ha még egyszer beszélsz, én szétültetlek. Tehát, folyamatos jelen. Running, looking. Milyen ing van még kis Balázs? Rövid ing. Tobi? Tök jó a trukád. Plusz ing? Mutasd a talpát. Meg 180. De jó. Hallod, fia, add rá vissza, hallod. Akkor jól tudod, hogy nem? Na! Hé, jól meg te összerakod. Na, hülye vagy. Tavasz, Tímel. Vagyis angolul Tímel, tavasz. What are you? Mit csinálsz te? Én? Semmit. Megálljatok csak. Megmondlak az igazgatónőnek. Vonulj Kolostorba, Ofélia. Bezzeg orosz órán, ezt nem mertétek volna. Akkor nem. És azt hallottad, hogy két elfán van egy gyógyszertárban? Egyik megkérdezi. Zöld kenyér van? Nincs. Nem baj, mondja a másik. Úgyis biciklivel jöttünk.
Jó, mi? Na jó, mert akkor, hello. Kitakarod a lényeget. Figyelj, nem találkoztunk mi valahol? Micsoda tanár. Itt ingyen hirdetve eladhatja a telkét, a házát, az álmát. Ez egy 958-as dács. Esküszöm, soha többé nem fog énekelni. Az ember sose tegyen könnyelmű ígéretet. Maga? Maga meg mit dumál bele? Mert én egy rámenős cukros bácsi vagyok, picinye. És a porlasztó? Legalább azt enged meg, hogy haza kísérjelek. Haza? Aha. Ja. Gergő? Gyerünk. Oké. Miki? Te is. Úr. Szóval, kaphatnék egy autogramot? Ezek a barátaid? Ha? Na jó, kivételesen. De jó.
Ugye mondtam, hogy ez nem a fenyő, Miki. Mindegy. A lényeg az, hogy aláírta az igazgatói intőmet. Na jó, húzzatok el. Menjünk. Jó, mi? Roborovszky Zsolt. Honnan tudta, hogy én... hogy nekem? Ja, Roborovszky Zsolt. Ja. Na mi vagy, gyerekek? Nem megy! Ciao! Hogy lehettél ilyen személy? Bocs. Écet kapsz attól a patkánytól, úgy ölelgeted. Ez nem patkány, ez Roborovszky Zsolt. Csú-csú-csú, nem vagy szomjas. Hello. Nem elég, hogy beleugat az életembe, de elvesztek 150 mai napot is miatta. Mondtam, hogy kifizeti, nem? És engem is kifizet? Hát, sokat fizet, akkor jó. Te beteg vagy. És féltékeny. Lehet, de szeretlek. Én is téged. Esküdj, hogy soha többet nem állsz szóba vele. Ha annyira akarod. Attól tartok téved, kollégina. Ugyan kérem. Maga szerint milyen osztály a második? Milyen kérem? Osztály? Zárt osztály. Bože môj, my God. Szerintem ez az osztály üres. Azt hiszem, megint téved, kollégina. Ez a csönd egy exakt tudománynak, a matematikának szól. És nekem. Na, szerint. Idézlek téged, Einstein szelleme. Einstein! 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 Szója itt vagy, Einstein! Adj jelt! Én hallom! Én is. Mindjárt találjulok. Itt van este. Eljött közé. Ma felelsz! Második B! Felelsz! Nem hallok semmit. Nem felel senki. 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 Felsőbb utasításra, ami én vagyok. Abba hagyni! Hello, Einstein! Hello! Imádlak, Einstein! Szupi! Második B. Én itt hagylak téged! Ne! Ne hagyj itt minket, Einstein! Tavasz van, Einstein! Tök tavasz! Csókos tavasz! Második B. Oké. Több komolytalanságot!
alatt! Timi! Hanga! Tanulni! Dolgozat! Halálos dolgozat! Persze, hogy megtaláltam! Na hallod? Dől belőle a hang, mint Niagarából a vízesés! Hogy? Miféle probléma? A család? Ugyan kérem! Nem tudnak ellenállni nekem! Na hallod? Király vagyok! Király a Broadway! Mit tehetél melencse? Mit? Az egy finom andereka. Egyszer láttam egyet a tévében. Az csak kaviárt evett. Ez nem eszik. Honnan tudod? Ha nem kap. Majd azt megeszi. Egész biztos. Bancsa. Igazi meglepetés. Anyucikám. Anyucika. Zakót is húzzak. Na, na. Gyertek be, gyerekek! Itt legalább fenn előtt lesztek. Kezi csókolom. Sziasztok! Egy-kettő! Most akkor ne öltözködni! Miért? Egy igazi meglepetés. Bancsa! Áll a menedzser! Micsoda? Menedzser! Menedzser! Te meg, fiam, elég késő van. Nem kellene otthon lenned? Nem kell neki. Adjatok neki enni. Nem tudom, mi volt ma. Nem jött be egy lécse. Kösz. Én róla beszéltem. Rám néz. Olyan, mint az Elvis Pricli. Hát, a legutóbb is, hogy mi volt? Hol? Hogy? Hol? Mondom, Kalifornia, Miami. Aztán lejobbra Las Vegas. Már majdnem aláírtam a szerződést ezzel a... Na, hogy is hívják? Na? Hogy hívják? Mikor volt a tévében. Majdnem együtt. Énekeltük volna azzal a nagy amerikai tévésztár. Hogy hívják már? Itt van már a nyelvemen. Segíts! A! B! C! D! A! Na mindegy. Szóval, hölgyeim és uraim! A, bocsánat, sok tartót. Show, ez az. Show, zene, tánc, látványosság. Hát ez az. Ez kell az embereknek, ezért élnek. Las Vegas, Kiskundorosban, mindegy. Hát nem, csak mindenképp valamit adjunk az embereknek. Szervírozhatom a tortát? Hogyne, fiam. Természetesen. Aranyos fiú. Meg csinos is. Hm? Kiköpött Marlon Brando. Ezért nem bírom. A moziba se szeretem. Kedves fiú. Csak egy kicsit ütődött. Na végre. A torta előáll. És majd jön a többi is. Tessék. Tessék. Csak vegyen bátran. Miért? Egészen friss. Látom, még mozog. Mozog. Tessék, csak fogyassz a bátran. Látom, mazsolás. Egy kicsit mazsolás. Orosz krém. Ugratni tetszik? Na, hát... Au!
Rita! Gyerekeket benne volt a rendben! Kínai! Ha mir vagyok. Rendek. Oh, az anyád. A lányod egy fantasztikus őstehetség. Igen. És? Én sztár csinálok belőle. Kifuttatom a lányodat. És? El akarom vinni egy hétre a tavaszi szünetben turnézni. Hopp, egy másik mókus. Ez is elszaladt. De csak egy feltétellel. Csak egy feltétellel, ezt a sok kis apró deget is magaddal viszed. Én imádom az állatokat. Meg a feleségemet, meg az anyósomat is. És velük mit csináljak? És én? Vele mi lesz? Engem ne hagyj itt! A mai fizika órán a testekkel fogunk foglalkozni. Igen? Először is vizsgáljuk meg. Mi a test? Vizsgáljuk. Nos. Tehát a test az anyagnak a tér bizonyos részét betöltő tömege. Most pedig vizsgáljuk meg, milyen egy rugalmas test. Önként jelentkezőt kérdezik. A rugalmasság azt jelenti, hogy külső erő hatására a test alakját megváltoztatja. De a külső erő megszűnése után a test visszanyeri eredeti alakját. A szilárd testek melegítésre is reagálnak. Hú, de melegen van. Nos, fogjunk meg kérem egy rudat. Jó. Fogjunk. Ha egy szilárd testtel hőt közlünk, hőmérséklete a leadott energiával egyenes arányban. Na, mit csinál? Emelkedik, igaz? De még mennyire? Ez mind arany? Vagy pléfestve? Bádog? Na. Most mi van? Miért nem énekelnek? Abba hagyta. Hát, hogyha kiveszed, akkor persze. Tessék, most próbálj meg úgy, hogy közben kinyitod a szádat. Ne? És a rágom? Hát talán próbálj meg anélkül. Talán könnyebb lesz. Oké? Mm. Na. Levegő? Támasz? Úgy? Mm. Nagyon jó. Mehet? Mm-hmm. Egy, két, három, és! Dúdolom, dúdolom. Doodle-um. Doodle-um, doodle-um. D-D-E-F-G-A. Jót vagyunk, egy drágy, jól a kivel, ha nem veled. A kivel, ha nem veled.
mi együtt játszunk, az máshol nem lehet. Tudom, tudom, se ilyen nem se lappalom, a szívemet a burokat. Mi az Isten csinálok? Tanítja. De mire? Mire, mire, három ésre. Fogom ölni a férjét. Az ötlet jó. Két élete van, de egyiket sem éli velem. De azért vigyázz rá. Nekem az is elég, ha járóképtelen lesz. Istenem, hogy tudnám szeretni egy tolókocsiban. Csak oda menne, ahova én vinném. Ha csak ez hiányzik. Milyen hülye ez a lány? Ekkora lehetőséget kihagyni. Na mindegy, nem várunk tovább. Gyerünk, gyerekek, lóra! Csakalom! Hány óra? Bocs, búcsúzkodtunk. Ezt vagy csinálod, vagy nem. Döntsd el! Egy turné nem gyerekjáték. Itt nem lehet lacafacázni. Gyerünk! Egy pillanatra! Ne haragudj, de az apád lehetne. De nem az apám, mert apám már van. Legfeljebb a keresztapám. Az is van. Igen. Húnyd be a szemed. Látsz? Oké. Akkor jó utat! Kéz és lábtörést! Tűzbe, kezdjük! Jó, hagyhatom, mert szar az egész.
Aki most következik, azt még soha nem látták, soha nem hallották, de reméljük, hogy nagyon sokat fognak még vele találkozni itthon és szerte a világban. Következik T.A.M.I. az új sztár, Timi! Kaó kislány! A homokozót ott hagyhatod, a színpadot nem. De akkor is énekelsz, hogyha cigány gyerekek potyognak az égből. A szentség. Most nézd ezt a marhát. Nem érted? A szám vége előtt csak hordányon hozhatnak le. A színpad szent és sérthetetlen. A közönség is. Olyan érzékeny, mint ez a Fujifilm. Ha a csillár leszakad. Csillár? Nem is volt csillár. Majd lesz az is. Irány! A Broadway! Egész jó. Kár, hogy nem nekem jutott eszembe. Na, gyerünk. Ez az, fiú! Ne zavartassátok magatokat! Dolgozzatok! Hát akart a dobos! Álljál kicsit ki ilyen! Jó van, jó, nyugodtan, srácok, nyugodtan, nyugodtan, nem vagyok itt. Ne, tegyétek úgy, hogy nem vagyok itt. Több basszus bele, jó? Jól van, gyerekek, jó, jó, csak arra vigyázzatok, hogy bátran, bátran, mindent úgy, ahogy kell, jó? Jó, csak a frankkor a csúcson vagytok. Na, jó van, most lemegyek akkor. Sziasztok, lemegyek hátulra, és akkor megnézem, hogy... hogy... Csodálatos élet, kamra felállt, a veszteség. Gyerünk, kezdünk! Tavaly harmadik lett Malmöben a Csirkefesztivál. Mit szól, darling, az én varsti jelmezemhez? Hogy eljön? A varste a miénk? Hallhatod rólam? Hát? Elvis, aki a mámorba Elvis. Mint egy izolált baktérium. Nincsász. Kezdve, mit röpködsz folyton, mint egy baktérium? Le, menj már, menj vissza! Menj! De... Na, menj már! Menjél! Ma milyen volt?
Micsoda? Hát a turné. Nem tudom, de már megéreztem valamit az egészből. Menjünk egy kicsivel gyorsabban? Jaj, ne, még összerázod. Holnap elmegyünk a mamához. Kedden elviszlek kirándulni, felmegyünk a Guggerhegyre. Te nem csinálsz semmit, csak ülsz a székben, én pedig szedek neked virágot. Ham! Jaj! Igen, nagyasszony, kérem. Igaz, volt egy kis problémánk a turnén, de most már minden rendben van. Bagatell. Igen, igen, hogyne. Ha egy kis lemezt tudnánk együtt kihozni, akkor óriási siker lenne. Persze, persze. Olyan ez a lány, mint egy bostoni utcakölyök. Nem csinál semmit, csak énekel. Nagyszerű. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fáj, nagyon fáj. Imádom a dolgozatírást. Mindjárt megőrülök! Egy erősítőt kérek, Zobelini. Erősebb. Kérsz? Gondoltam. Rákérdezek. Kócsi fél konvergencia kritérium. Eltaláltad. Szünet után matek doga. Segíts! Kérlek, találj ki valamit! Keresztapa! Kis Balázs! Rajtad nem segíthetek, mert nem tanultál. Viszont... egy hölgy fordult hozzám segítségért, és a hölgy kérése számomra parancs. Tehát... Nyisjátok ki! Zárt körű rendezvény! Nyisd már ki! Beszélok! Máshol ürist, fekáliád! Hülye, buzi! Tehát? Tehát? Mi kockásra ült fenékkel írjuk a dolgozatot. És akkor? És akkor? És akkor? Kripton. Norbert fiam. Amíg ezek a szerencsétlenek küzdködnek, maga menjen és sétáljon egyet. Nem értek semmit. És akkor 10:15-kor telefon. Oké? Dolgozatírást! Kezd! Meg! Egy bölcs ember mondotta. Én. Nem az ihlet teszi a munkát, hanem a munka az ihletet. Mit bámulsz, édesfiam? Tanár úr, nekem a számok gátolva vannak az agyamban. Igen, ez azt jelenti, hogy hülye vagy a matematikához, de szépen fogalmazol, és az is valami. Norbert fiam, amíg ezek a szerencsétlenek küzdködnek, maga menjen és sétáljon egyet a jó levegőn. Benézek inkább a tanári könyvtárba. Megvan ugye K.O. professzortól a véges halmazok interszekciós teorémái kötet? Melyik kötet, fiam? A 61-es oxfordi kiadás, természetesen. Ah, természetesen. Yeah.
Te ne próbálkozz, fiacskám, ne próbálkozz. Velem ne próbálkozz, mert felhúzol a végén, mint úttörő az ászlót. Jaj! Csendben dolgozik, második B! Légy se zümmög! Riadó! Gyerünk, gyerekek! Az iskolát. És ki? Kiszedem neki! Három fejűek! Nyugalom! Gyere! Szia! Gyerünk, gyerekek! Ekkora bomba! 50 bomba! 100 bomba! Könyv. Mi? Az osztálykönyv. Fennmaradt a második B osztálykönyve. Majd én kihozom. Nem, vissza. Vissza. Megállni. Randóne! Úristen. Ezek az írek. Én mondtam, hogy tanuljatok angolul. Ki? Elájul. Mesterséges légzés. Én is. Tényleg ez mélyeket? Ó, gyere! Gyere, fiam, gyere! Itt az osztálykönyv. Köszönöm, az osztály nevében. Köszönöm. Gyere! Óriási voltál, öregem. Mi? Tök jól sikerült. Hány óra? Úristen, elfelejtettem telefonálni. Timi! Hunyd be a szemed.
Hé, egy 10-es villás kulcsot. Ez 20-as és csillagkulcs, hülyéskedj! Hát? Szia, csak kiugrottam. Gondoltam, megnézem ezeket a roncsokat. Ha már Timi nem jöhetett. Én hívtam, de... Mi az, hogy de? Hódetér. Mi az, hogy de? Mit? Ja, valami stúdiót emlegetett, hogy énekelni megy. Meg ilyenek. Csak az enyém leszel. Te... Nagyon jó lesz, Franco. Tessék venni. Köszönöm. Nem. Sajnálom. Figyelj, ezt tekintjük főpróbálnak, és holnap a stúdióval aztán mindent bele, aztán majd meglátjuk. Csinos. Mondhatnám elit. Olyan ez a gyerek, mint egy bosztoni utcakölyök. Ekkora kis lemes csinálok. Majd elválik. Hollywoodi aranyszabály. Kutya, gyerek, tuti siker. Mindig bejön. A koncertjére is bevehetné. Ez a koncert világszám. Tárokat hozok. Közvetíti a Sky, a Channel. A gyerekből is sztár lesz. Az erejben is vér folyik. Sőt, zenei vér. Szóval? Egyet ígérek, hogy nem ígérek semmit. Megbuktam.
olvastam. Nézd, kislány, ez egy nehéz szakma. De ne izgulj, lesz még alkalom. Szóval megbuktam. Itt nem elég a tehetség. Sok a vadász, kevés a fóka. Így mondják. De azért sikerülhet. Na, ebben a szakmában tudod, ki mehet biztosra? Ki? Senki. Két hét múlva lesz a nagy koncert. Addig úgyse tudtunk vala felkészülni. És ha mégis? Akkor... veszek neked 2600 kafrit. Kérsz? Még sose hiányzott. Lehet, hogy beteg. Ne félsd, ő erős és ügyes. Igen? Mást is tudok. Azt is, hogy hol van. De azért jó volt, hogy a múltkor átbeszéltük a technikáját. A technikáját? Forró csokoládé. Forró? A fagylalt, az fantasztikus. Megkóstolod? Csupa fagyi lett a képed. Hol? Megmutatom. Én is. Béla, maga már megint sokat ivott. Legközelebb kiszúrom. Na ezt mondtam, nincs más alternatív. Megtanulsz angolul, kimész külföldre, és világhír. És ha nem tanulok meg? Hát olyan nincs. A bátyám is itt tanult, és most nyelvtanár Cambridge-be. Letört a körmű. De hogy tört le, az csak? Csokolom. Az angol tanárnő. A tanárnő itt is tanárnő? Hogy? Jaj, nem. Még nem. De nagyon jól haladok. Úgyhogy rövidesen... or not to be. Vagy nem? Ah.
ugrálsz itt. Úgy se jutsz sehova. Koncert. Baromság. Bubaika. Mákos Bubaika. Neked csináltam. Nem vagyok éhes. Én se voltam, de sokszor. Majd elmúlik, elfelejted. Nagyon hátszik fiú voltad a Lavrantoli vér, vagy Brandon, vagy mi. De ne sajnáld, nincs szíve. De igenis, van neki. Hogy volna? Hát nem láttad, nem szereti az állatákat sem. Engem sem. Azt a kitevőt, amelyre áll... Na aztán ott meg pláne jó, hogy az a király menedzser nem jön ide többet. Hallottál ilyet? Nem szereti a pöztömet. Mit is mondott? Mit szeret? Mit is mondod? Azt a kitevőt, amelyre ára a bétemel. Pofri! Pofri! Neked is küld 2600-ot, izani! Még hogy Pofri! Gopri! Nagyikám! Gopri! Ah! Imádom! Imádom! Oh, nem is a néhány! Mint a nem falkas, aki bekapja a nagymamát! Ham! Gyerünk, gyerünk! Norbert, barkóbázunk? Kérlek. Gondoltam. Rákérdezek, függvények darbó tulajdonsága. Eltaláltad. Norbert, de honnan tudod mindig, hogy a Petra mire gondol? Hát ugye nem gondol semmire, a Petra csak rábólít, mint hogyha tudná azt, amit Norbert. Tényleg? Hülyék! Hölgyeim és uraim, megállni! Hírestett az iskolán! Mi történt? Átvette a hírtól az iskola büféjét? Nem. Matematikai olimpiát nyert Norbert.
gyerekek, beszabálunk. Egy hasábkuntit kérek, de kis adag. Stex! Itt a lóvé. Ez dupla, ennyi lóvé nincs. Nem baj, a dupla neked szól, Timi. Koncert előzetes. Tőlem. Hurrá! Én is tudok énekelni. Sőt, szavalni is tudok. Medvárd király, angol király. Oké, srácok. A cég ajándéka. Kösz! Első vérig. Sziasztok! Hello! Mi az? Újságot árulsz? Köszönöm kell. Jobb is. Mi az? Á, semmi. Nem érdemes elolvasni. Szemetek. Királymenedzser úr is jobban tenni, ha pelenkás kislányok idomítása helyett medvét táncoltatna. A felfedezetke, akit a hétvégi csúcskoncerten láthatunk. Mesterének vajon mivel fizetsz? Jó. Istenem, életlenek! Nem, de arra való. Szívgyógyszer. Éretlenek? Szerintem ezeknek semmi sem szent. Én jövőre németet fogok tanítani. Vendég jön. Őt várom. Én azt hiszem, hogy nektek túl korai... Na jó. Bemutatkozom. A nevem nem fontos. Kezdhetjük Ádámtól, Évától. Miük van a virágoknak? Porzoljuk, bibéjük. Hát, vegyük a lepkéket. Vegyük. Bármit kérdezhettek. Nincs kényes kérdés, nincs tabu téma. És hányszor lehet használni egy... Vettem. Nézd. Attól függ, mire. Kérdések? Nos, kedves ivarérett barátaim. Kérdések? Hadd záporozzanak. Ja? Na most az van, hogy nekem elegem van a ből. Mit csinálja? Miből? Ebből. Próbáld így. Jó, megpróbáltam. Azt szeretném kérdezni, hogy kihat-e a tanulásra? Mi? A túlzott nemi élet. Teljes hiánya. Hülye. Kofa be. Én nagyon szeretnék... Akkor menj ki. Most már... Várom a rázós kérdéseket. Lehet cetlire is. Név nélkül. Ki vele? Mert hát, kedves ivarérett barátaim, jobb, ha tőlem tudjátok, mindnyájunkban ott ketyeg. Egy rejtett, időzített bomba, és ez nem más, mint a nemi vágy. Ha akarjuk, ha nem. Benned is. Benned is. Benned... Magában is. Na? Kutolj rajta, hoztam. Ide a lapokat. Ha
lesz a vers? Nincs mit. Első kérdés, befolyásolhatja az alkohol a fogamzásgátló tabletta hatását? Ha persze. Úgy berúgsz, hogy elfelejtett bevenni. Második kérdés. Kedves barátom, aki ezt írtad, ne légy kis hitű. Dobd el a centit, nem mindegy kimérés mikor. Harmadik kérdés. Mondjuk, van egy sportolónő vagy énekesnő, aki verseny vagy koncert előtt, szóval jobban tudok-e énekelni, ha koncert előtt nemi életet élek? Magára hallgat. Nem véletlen. Siessük! Egy rohadt ostoba cikk miatt. Meg hogy maga nem szereti eléggé. Hogyan már? Szereti? Ez nem kérdés. Na, de nem úgy. Bolondság. Nem lehet valakit úgy menedzselni, hogy az ember szőröstül, bőröstül ne lenne benne. Szőröstül, bőröstül, persze. Na jó, hát nem úgy értettem. Balra! Balra! És mit vett be? Kalmopirint. Hála Istennek. Na de 200-at! A francba! Micsoda környék, halálszag, életszag. Minden egyszerre. Álljunk meg, itt vagyunk! Jöjjön már, siessen! Hol van? Nekem is van szívem! Randó! Csak hogy én nem szeretlek! Randó! Hol vagy? Randó! Randó! Te! Te
gyorsak, egyesek, csak úgy hip-hop. Hogy kerülsz ide? Beültem és elhoztam. De ez nem a tied, állj meg! Kölcsön vettem. Loptad. Kölcsön loptam, mindegy, nem? Hova mész? El, mindegy, akárhová. Állj meg, készülnöm kell, ma lesz a koncert. Hát aztán megvannak nélküled. Fordulj vissza. Én? Soha. Állj már meg, nem hallom! Eresz! Nem csak te vagy meg én, másra is oda kell figyelned. Hát csak figyelj, látom, amit látok. Te tiszta hülye vagy. Teljesen félreérted az egészet. Én? Na ne játsz meg magad! Tudom, mire gondolsz. Előbb gondolkoztál volna. Nem te fogod megmondani nekem, hogy mit csináljak? Ki akarok szállni? Hát tessék! Te szemét! Na! Végre kimondtad! Én? Kiszállok. A következő fánál! És vége! Tele lesz minden újság a nagy művésznő karrierje csúcsán! Választ egy fán! Érti? Nem érti? Eltűnt a Timi, eltűnt az autó. Perceken belül koncerten van. Igen, a tévé, a rádió, a műhold, a Sky Channel. Mi? Hogy nem a rendőrség? Hát akkor kicsoda? Hát én mindenkit följelentek. Engem? Hol voltál te mostanáig? Mindjárt kezdődik a koncert. Hol a telefonkönyv? Hol a H betű? A K előtt. A H betű. Keresem a H betűt. Hülye. Nézd, szóval nem találom. Priscilla, hagyjál már még, ne bédegesíts. Egyes, egyes. Egy, kettő. Egy, kettő. Egy, kettő. Hunyd be a szemed. Hunyd be te is. Timi? Nem hülyeség. Már nem is izgat annyira a koncert. Lehet, hogy megbuktam volna. Van ékszered? Minek? Akkor nézd meg ezt. Legalább nyugtom lesz végre. Kicsit elfáradtam. Csak egy kicsi? Igen. Abba hagyom az egészet. Tényleg. A szentségit! Mi van? Hát a koncert! Mi? Várj, várj!
Ide fog kerülni maga is. Mi? Én? Hova? Rács mögé. Remélem tudja, hogy ennek súlyos következményei lesznek. Atyavilág, kardán tengely. 75 napos öregem. Hát, az enyém csak lánchajtás. De megy így. Megy ám, tudod mikor? Nem hiszi? Hát kipróbálhatjuk. Oké, bár mi ketten vagyunk, de mi a versenydíj főn? Gödöllőig, ami belefér. Ha én nyerek, fizeted a büntetést. Ha te nyersz, mehetsz Isten hírével. Rendben? Aha. Te bolondulva itt a tévé, meg minden. Megállok. Csak akkor érdemes élni, ha van mibe belehalni. Na, gyerünk. Thank you.
oda! Hoztam neked házat, te ház! Timikém! Jó voltál! Jövünk! Jövünk! Yes. Én pedig az édesapja vagyok. Én meg gratulálok. Ezt húzd össze. Ugyan már hagyd! És azt hallottad, hogy két ló repül a sivatag. Hallottam, tök jó! Timi, ugye már nem haragszol? Második Billy, figyelem! Jövő héten hatalmas dolgozás! Tőled nem kapok semmit. Húnyd be a szemed. Szopi! Hé, hey, el ne tűnj! Hová mész már megint? Visszavisszük a motort! Hová? Nem tudom!